Ez komolyan 12 évvel ezelőtt megtörtént. Attilának a mesét hallgatja éppen. Fiatal házas volt, háromnapos házas volt, Fölnyi Benkemény volt önöke. Azt mondja, Attila, tud segíteni, mondom, mivel? Figyelmesen kísérjük. Az asszony letni este jön, ő valami kajával. Mondom, ha, ő a Robi. Értem, mondom, egy gulyát. Ha, van, jó, hát és sem. Azt mondja, miket? Mondom, hogy kint vagyunk egy bogás partin, csak éppen benn melegszünk a házba. A kávé ott hátul látható, rotyog, rotyog. Kirú meg már a harmadik dobot cigarettáját szívja idegességébe, mert már agyilag nem bírja, de hát mindegy. Megküzdezed ez a ma, amar végigment minden izém. Másnap reggel jön a gyerek. Anya, ezt hallgass! Másnap reggel jön a gyerek. A jó édes anyámat így meg úgy meg le vagyok baszva meg, hogy mit képzelek én, hogy én mit csinálok. Sajnos, azt a jó édes anyámat azt nem fogom tudni kitörölni a videóból. Úgyhogy el kell, hogy viseljétek. Mondom neki, szó szerint elmondtam, hogy mit kell csinálni. És a végén kisült, te hülye. Hát azt nem mondtad, hogy alá kell gyújtani az ágynak. És mindenkinek tetszett. Mindent belerakott, amit mondtam, csak nem gyújtott a gáznak alá. Hazament az asszony, azt mondja, pakolj ki minden, mert minden nyers, hát ez nem ez. Kitől? Hát a főnökömtől az Attilától tanultam ezt a ízét. És akkor pöjjén másnap engem, és lebad, hát azt nem mondtad, hogy alá kell gyújtani a gázak, mondom, te hülye, hát szerinted olyan for föl a lé, meg a víz, meg a az olaj, meg a húf olyan sűr, eszméletlen. De ez komolyan megtörtént. Tegnap egységes, azért mondta anyag, hogy figyeljen. Ez komolyan megtörtént. Ez egy komoly dolog. Ez komoly dolog, 96-ban. Komoly dolog volt egy gyöngyűtő, amit a Robi adott nekem, hol van. Várjál, lehet, hogy... Jó, hirtelen 8000 forinton bántak. És a Laci, aki... A Péter Pehalvi Laci, aki Tánapest ott volt, beszélgettünk vele, ő vette el a 8000 forintot a mellett. Ez a kedvenc számom. Jó, így a rakkádat. Kim voltam? Na, hogy a Vini? Na, hogy állunk itt kajával, Kuna? Ő a Tiru. Robi. Nem, ő a Tiru. Nem fájt el. Itt voltunk. És hova kerülünk? Azt még nem tudjuk. Fugod meg, hová mentél? Elmenekült, mi? Egy kicsit a kávét adok. Mi? Hatra megy dolgozni. Igen? Elmenekült gyorsan. Az igen. Kit a rendőrt kérdezte? Mintha odáig elment volna. Elmenekült gyorsan, mert azt mondja, ebbe a társaságba. Szabados előbb azt a lelke, nem tetszik. Nem jelent. Kézzel mosogattam, hogy elpakolok. És még mindig a mini hipitorony adja itt a zenét, ezerrel. Elbasszom. Ja nem, most vázi. Kézzel mosogattam. És ő a disc jockey, pár pillanat.